Nos, kedves nézőink, ismét Clubhouse a pálya, amin egy magyar csapat játszik. Ez pedig ugye azt jelenti, hogy megint csak ugye ez a kis német pálya lesz, és hát reméljük, hogy nem lesz a hazai pálya előnye túlságosan nagy az ellenfél számára, ugyanis a Next One Esports, a Necrotic-nak az ellenfele egyébként egy teljesen német csapat, 9-en vannak benne ISL-en, ami nagyon-nagyon sok, ugye lassan már egy foci csapat is kijön, nemhogy Rainbow Six lineup, minden esetre megvannak az operátor bannok, a Necrotic fog támadni, az első fél időben a Next One Esports pedig védeni. És ha már Necroticról beszélünk, nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy ugye ők nem az a Necrotic, akiket egy héttel ezelőtt láthatatok a közvetítésben, hanem ők a korábbi One Piece Esports, Tomci, Kagrej, Watt, USB, Farba, de most Farba nincs itt, az ő helyére standingként jött Random Guy a Bone GG-ből, úgyhogy az alábbi úriembereket már mind láthattátok magyar nyelvű közvetítésben, viszont a Necrotic Multigaming ezen line-upjának ez a premier adása, ahogy egyébként a Level Up eSportnak is az volt az előzőkben, úgyhogy reméljük, hogy még sok ilyen közvetítés lesz itt az eSport egy TV-n, és akkor nézzük, hogy hova mennek a németek, akiknek a line-up egyébként Nomino, Lamar, Marfrey, Dr. Kaito és Dafugels. Ők tehát a Next One. Egyébként van egy nagyon híres német játékos is, ilyen igazi ranked hero és ilyen Challenger League winner wannabe játékos. Neki, tehát a játékosnak a neve az, hogy Next One. Itt ugye a csapatnak az a neve, de ő is német egyébként. Ő is német. Nos, hát lentre érkeztek Churchbe és Arzenálba. Triple reinforce szokásosan, hatch reinforce-ok, ha jól látom, mind megvannak, úgyhogy semmi meglepő a védő oldalon. Na lássuk, lesz-e meglepő támadó oldalon. Ugye, Random Guy-nak kitették a jó öreg maestróját, úgyhogy azzal nem tud majd operálni a második fél időben. Viszont az első fél időben azért csak van neki egy zöld operátor, az pedig ugye Kapitál, és hát nem úgy zöld, hogy elektromos autóval járkál, hanem úgy zöld, miközben USB meglévő zentrit Dr. Kaito esik egyből, hanem úgy zöld, hogy ugye az operátor ikonja. Itt fent elmisszelték a Jégert, és most jön hátba a Jéger, és srácok, ide be kellett volna nézni, ez a Claymore sem fogja megállítani Nominót attól, hogy hátba jöjjön, közben Lamarnak van egy shotgun kill, miután USB lelőtte Marfit, itt ez egy szép kill, aztán még egy Dafugelsztől Tomci, egy 1v3-ban találja magát, Diffuser nincs meg, miközben kidobta, azt hiszem, egyik magyar játékost. Na, Tomci, szép a push Lamarra. Megvan ez a kill, de aztán Dafugels rápíkkel az MPX-es Valkyrivel, és lezárja a kört, 1-0-ra vezet a Next One Esports. És hát akkor kérdezem, hogy most mi lesz? Lesz-e rehost, vagy valami, mert úgy néz ki, hogy nem. De, akkor Tomci azt mondta, hogy lesz. Na, hát erre kíváncsi vagyok, hogy akkor, hát akkor ki kell lépniük. Azt majd ők. Na, hát akkor rehost lesz. Így csak kiderült. Nem igaz. Nem igaz, hogy nem telik el mérkőzés rehost nélkül. Hát sajnos ez van, nem tudok ezzel mit kezdeni, olyan a csapatok sem, nem a játékosok hibája. Hát minden esetre akkor a Necrotic elhasználta erre a mérkőzésre vonatkozó technikai rehostját. A Next One pedig 1-0-ra vezet, innen folytatjuk hamarosan, nem értek sehová.
Nos, nem fogjátok elhinni, kedves nézőink, de folytatódhat a Necrotic vs. Next One Esports mérkőzés itt az Esport 1 TV-n, a Magyar Esport TV-n. Ti továbbra is élőben nézitek a 2019-es Six Major selejtezőjét, a harmadik nyílt selejtezőt itt Európában, és szurkolhatunk ugye több magyar csapatnak is. Ebből a második fordulóban, vagy a második körben inkább azt mondom, a Necrotic mérkőzését láthatjátok. Hát 1-0-ra vezetnek a németek, lent megnyerték a Church-öt és Arsenalt. Reméljük, hogy itt fent a Cash és CCTV site-on több sikerrel járnak majd. És érkezik egy Frost, a legérdekesebb pick jelenleg, még USB monténye, ami majd érdekesen sülhet el, de úgy önmagában, mint pick, nem annyira érdekes, mint mondjuk egy Frost. De hát Duffugels azért behozta, és tesz minden nagyon váratlan helyre, és hát USB-nek pont nehéz is lesz egyébként itt akkor felpussolnia, hogyha itt van az a varázscsapda. Hú-hú! Ott nagy szerencséje volt kapitánunak talán, hogy nem lőtte oldalba Duffugels. És itt még jöhet egy jump out is Dr. Kaito-tól. USB pontosan tudja, hogy hol van az ellenfél. Nomino nézi, most bejön USB, úgy dönt, hát igen. Most belelép a Legion Trap-be, Random Guy talán hátba megpróbálhat valamit, miközben szedi a trepet a lábából a Montaigne. Duffugels lepusolta volna, de hát nem sikerül semmit összehozni a Kagrej. Na, meg lehet a kill, nem? Random Guy közben lőtt egy pazar tüzet, miközben USB-t megint pusolják. Injurbe kerül Kagrej, jön érte Random Guy, hogy felszedje. Kappa Pride, Kagrej újra talpon, de nem tud egyszerűen mit kezdeni itt a helyzettel a Necrotic. Én úgy látom, Tomci mit csinál, közben nyitva van már a fal, ami nagyon jó. Dr. Kaitónak megvan Vath, akiről ma kellett megtudnom, hogy Miskolci. Kagrej alul van még, na most Tomci lehet, hogy benéz. És az agresszió, de Lamart le tudja lőni, úgyhogy igazából ez jól jön. 3-4 ellen, Kagrej fel fogja pusolni majd Sterzt. USB port az N plusz egyedik csapdába lép, miközben Kagrejnek megvan Nomino hátba, de aztán Kaito refreger, úgyhogy Tomci és USB. USB. Catwalkon. Azt USB látja, és jön a stun. Na most Tomci rápussol, és gyönyörű a kill, de közben a bandit is alkot, úgyhogy 1v2-ben marad USB port, és hát Marfrey, micsoda C4. Bum. Hatalmas Kobi, kedves nézőink, hatalmas Kobi. Itt van még Tomcitól, ahogy a Termitar ránéz az ellenfélre, és maga biztosan le tudja lőni. Utána pedig itt a végén, ez egy jó prefire, de aztán a bandit véget vet az egész történetnek, és 2-0-ra mennek már a németek. Hatalmas C4-et kapott szegény USB. Hú, hát eléggé felpesdítik a csapaton belüli metát a magyarok most. Egyébként egy harmadik site-ra kell mennie a németeknek, ami a Bedroom és Gym lesz, nem túlságosan meglepő módon. Szóval Tomcitól nagyon jó picknek tűnik a Lion. Pro League adás is ugye már van a héten, és beszéltek róla a kommentátorok, hogy az mindegy, hogy mennyi időre, de még mindig bent van ugye a játékban a red light, green light meta, az, hogy mozoghat a védő, vagy pedig nem, és ez egy hatalmas előny még mindig a támadóknak. Az is, ha mozog, az is, hogyha nem, erről régen nagyon sokat beszéltünk, amikor a Lion még először volt bent a kompetitív játékban.
És most igazából visszatért, csak egy picit megszelídítve, de ettől függetlenül ugyanúgy nagyon-nagyon erős a gadgetje. Hát meglátjuk, hogy Tomci mit tud majd kezdeni ezzel az oroszlánnal. Kagrej nagyon lendületesen érkezik. Barikádot kiszedi, itt mellette lesz valaki, hoppá, ott vász oldalba, de elövi Nominót. Marfrey hátba, és valaki jön még ott, jól látom, garázsban, és a jön Dr. Kaito felszedi csapattársát, vász, nem volt meg a magyaroknak az info arról. Fú, ott azt hittem, hogy periférikus látásom meglátja vász, de nem volt meg az info a magyaroknak arról, hogy injure a castle, közben kinyílik a fa... nem nyílik ki a fal. Nem bizony, és USB-nek már csak egy exothermic charge-a van. Itt ez pedig maximum akkor tudja kinyitni, hogyha hoz egy ilyen pit vált. Oda kéne a termite-nak egy kis segítség. Most meg is történik, azt valószínűleg már nem fogja letrükkölni senki. Hogy kinyílik Construction, Tomcinak közben van egy kije a Lionnel, érkezik egy következő scan. USB ledroppol, Tomci megpusholhatja a következő áldozatot. Cash roomban van, azt hiszem? Igen, Castle lesz az. Tomci, szánod is van, akár azt is használhatnád. USB közben, hát ugye itt zárt a fal, úgyhogy nem tud segíteni Tomcinak. Itt egy stun, aztán kimegy CCTV-be, de random guy érkezik, na, hát random guy, hát pusoljál nyugodtan, hát most oda mész, lelövöd, ilyen egyszerű az a játék. Erről van szó, gyönyörű. Így is kell. Visszatelni kéne közben Tomcit, csak hát valószínűleg tudják, hogy injured, úgyhogy nem olyan könnyű. Office-ban van a Val köré. Tartja pixelen a construction bejáratot, közben megtörténik a reset, és súlyúj hárman innen, Vath pedig Jim ablakból. Tomci, a Valkyrie-re kéne egy prefire, nem tudom, megvan-e róla az info, akár jöhetne az utolsó scan is így 20 másodperccel a vége előtt. És jön is. Random guy pusol, vagy Tomci. Tomci lesz, az fekszik a Valkyrie, ellövi őt, Duffuggels, és aztán meghal sajnos random guy is, USB, és Vath, USB-nek van egy ki a termelten, amikor bejön, de hátba lövik, Vath 1v2, 4 másodperc, már csak az épületbe sem lesz ideje bemenni, úgyhogy ez itt, good round 3-0 a Next One eSportsnak. Itt van ugye Random Guy-tól az általam kért push. És aztán hát Tomcit sajnos el tudják lőni. Ugye fekszik a Valkyrie, és nem mindig, hogy fekszik, még takarásban is van az Ecoxide kerete miatt. És aztán lejár az idő, úgyhogy rip nyeri ezt a kört. És így 3-0 már a Next One-nak. Tomci közben Sixp Gridlockról IQ-ra. Ami azért nagyon jó, mert Duffuggels pedig Vigil-ről six-pickelt Valkyrie-re, úgyhogy Tomci látni fogja Duffuggelsnek az összes gadgetjét, amit elszór. Lenti Sight újfent, ugye első körben nyerte ezt a külföldi csapat, úgyhogy most jöhettek legharabb ide. Blue-ba egy kamera, aztán Reinforce. Ugye, aki nem tudná, hogy ezt miért kell reinforcolni, az azért van, mert hogyha valaki, mondjuk egy Ash, vagy Zofia, vagy Sledge lejön itt az első lépcsőn, és ezt itt berobbantja, beüti, akkor annyit kell csinálni, hogy húgy, és már is bent van Sighton. Na most ez a Reinforce ezt előzi meg, mert ahhoz, hogy a következő falhoz menjél, sokkal több angle
ről lehet már úgymond téged challenge-elni, meg nem is az, hanem több idő egyszerűen, és ráadásul itt a Reinforce mögött lehet a sarokban azt levárni, aki ezen a falon keresztül megy be. Hogyha ez nem Reinforce és ott megy be valaki, akkor ez a sarok nem safe pozi. Szóval ez itt egy nagyon-nagyon rutinos megoldás a védőktől, hogy behúzzák. Random guy érkezik a sledge-el majd, megy fel tetőre, valószínűleg nyitja office hatchet. Vagy ha nem is nyitja, le nyitni fogja, én ezt úgy érzem. Na, vagy más lesz? Na, más lesz. USB nyitja az office hatchet. Tomci szétnéz, hogy mit van mit tenni, mit lehet kilőni. Random guy... Oho! Nomino! Már megint az az eset, hogy elhitte a védő, hogy, vagyis hát az inkább az ellenfél, hogy a babis hús, mert Capitao is ugye ugyanazt csinálta az előbb a level up meccsén 4 körön keresztül, most a Nomino már megint ugyanazt csinálja, nem értem, hogy, miért gondolta, hogy erre most már nem fog számítani a net, pláne úgy, hogy ugye volt egy rihost is, simán megnézhették, hogy hol volt a Jäger, ugye az adásban volt rá bőven ideje a Necroticnak. Hát itt szolidan le lehetne flash-elni esetleg site-ra. Random guy itt minél több angle-t lefelé, jujjuj. Itt akár meg is láthatná az egyik ellenfelet. Már Frey kiszedi őt a C4-jel, úgyhogy rip. Aztán a hedge-be egy kicsike mit fog nyílni, de a hedge az mint egész nem fog összetörni. Watt píkel be site-ra, és elevated head level közben. Az ellenféltől droppol, majd jön ki a smoke canister. Na, megint az asztalon? A smoke. Áj, közben megvan USB a fenébe. Tomci kágrej és Watt, na ez itt Tomcitól jó, aztán lehet egy Micsoda? Micsoda, Tomci? Viccelsz? Hát mit pakol itt? A jó öreg Tomi, és aztán ott van a 4K, hogy befejezze. Quad kill Tomcitól a körben, hölgyeim és uraim. Mit csinál? Mit csinál? Megvadult Tomci az IQ-val, és itt blue-ban 1-2-2 kill, 3 kill, 4 kill. És Auf Wiedersehen a németeknek. Itt ugye ez random guy-tól, ablakból, nem is tudom, hogy mire gondolt ott a Jäger, tehát a Nomino nagyon kiszámítható volt. C4 betalál sajnos random guy-ra. De hát ami ezután következik, az szemegyönyörködtető, mert Tomci bejön. Itt fű alatt. Egy. Aztán maga sem hiszi el, hogy, tényleg ott van a smoke és Starkon tudja lőni egy ingyen kill-el, de ez pontosan megtörténik. Aztán a Kaidnak sincs meg, tripla kill, és aztán ráteszi a negyediket is, és esik az utolsó játékos. Úgyhogy megvan az első pontja a mérkőzésen a Necrotic Multigamingnek, ebből lehet építkezni, és még egy X-re fel lehet hozni az első fédőt, ami nagyon jó lenne. Mert védőben talán azért egy kicsit könnyebb lenne. Hát itt vagyunk a CCTV-ben és a cash roomban. Kágrej fogja nyitni majd a garázsnak a falát. Hoppá, letrikkeli már Frey, de a másik oldal az kinyílik, és pont az, ahova a kettő töltetet lőtte. Ez jó, mert van bejárása a magyar csapatnak garázsba. USB, hogy fog érkezni a push, arra vagyok kíváncsi. Feljön Catwalkra, amellett, hát nem, én se kockáztatnám meg. Nagyon határeset, szerintem nem lehet elsétálni mellette, úgyhogy okosan teszi Tomci, vagy bocsánat, USB, hogy itt marad. Ez mert random guy meghal, de kifüstöli a... Kifüstöli a frostot, de hát ennek ellenére, vagy nem is kifüstöli, kiégeti,
De hát így is megvan a kill, utána ugye refrag, Kangra jön be garázsba. What? Ó, de kevés kellett volna. Timing. Dr. Kaito itt kiugorhat a jégerrel, de nem fog. Mi fontosabb, Nomino Oilpitben ezt kétlem, hogy tudja a támadó csapat. És így is van, Nominótól ott a kill. Befejezi a füsttel a magyar úriembert, úgyhogy esik Kágrai a hibanán. Tomci és Watt, Lion és Thatcher. Tomci, ez jó lehet. Az nem, nincs meg. 1v4-be kerül most Tomci, mert Nomino a shotgunnal kiszedi a körből ugye még a Thatchert, de aztán szétszedik a németek a magyar csapatot. Ízekre szaggatják szerencsétlen nekrotikot. Itt a befejezés a bandittól. Úgyhogy hát eddig úgy néz, hogy a hazai pálya kedvez a németeknek. 4-1 nyerik az első félidőt, de még fel lehet jönni 4-2-re, abból pedig azt mondom, hogy még lehetne egy második félidős fordítást összehozni. Ez 5-1 az már nagyon durva lenne. Hát itt a Frost valami hatalmasat megy, nem is értem, amikor utána sikerült lelőni, vagy megölni. Itt ugye Oil Pitből a smoke-ra nem figyelnek, és a bandit maga biztosan befejezi a kört, úgyhogy 4-1 a Next One Esports-nak. Arra gondolok, hogyha esetleg lenne egy Maverick, talán több mindenre lehetne képes a Necrotic. Gondoljunk itt akár a hatchnyitásokra a lenti site-nál, ami most pont aktuális lesz, mert hogy itt játszanak a németek. Vagy mondjuk fent, vagy garage entrance-ot segíteni ugye, hogy ne a hibanát kelljen rá úgymond pazarolni. De hát ki van tiltva, úgyhogy rippes. Támadó oldalon viszont az Echo és a Maestro az nagyon fog hiányozni a magyaroknak. A németek játékán nem érződik, de szerintem ugye a Maestro az akár csak random guy-ra gondolunk, hogy jól emlékszem, talán USB is játszott viszonylag sok Maestro Temneben. Hát meglátjuk mi lesz. Na függel, ezt kidobta az utolsó poloskáját is, és aztán spawn pick. Hát lehet csak egy ilyen 50 000 IQ-s összezavarás, mert aztán nem néz rá az angle-re, csak kinyitotta. USB érkezik majd tetőre, itt kinyitja valószínűleg a hatchet, és aztán pushol lefelé szobáról szobára. Ugye roam clear-elnek, de ha most megnézem, akkor az Alibi játszik Sighton kívül, Valkyrie. Hú, a Nomino is a Jägerrel. Akkor van mit clear-elni. Akkor nagyon jó, hogy van ez a Jackal Lion kis balanszolt kombó. Remélem porigégnek most majd a németek ebben a körben. Egy jól időzített Global Gadget, most jöhet a scan Tomcitól. Na, 3, 2, 1, nem, Nomi. De miért? Miért nem előbb? Nem is értem. Hát mindegy, minden esetre esik UVS-be, és aztán próbálnak refregelni a többiek. Kágrály van itt a Zofiával. De ledroppol. Most ott hagyjuk akkor a németeket, vagy mi történik? Mert a Alibi még mindig itt van, Valkyrie mindig itt van, Jäger mindig itt van, aki hát szerencsére ugye nem tudja ellőni Tomcit. Kágrei közben lejött Vattal Sight-ra, és akkor most hárman vannak Sight-on kívül. Aha, tehát ha most nagyon gyorsan letennék, akkor jó lenne, csak pont random guy nincs itt, akinél a diffuser van. Tomcinak megvan közben Lamar. Blue-ban két játékos, Tomci ellövi Nominót is, második tőle a körben, utolsó scan. Random guy a lépcsőn jön le és lelövi őt, sajnos az Alibi. Ez pedig azt jelenti, hogy a diffuser esett kint, pedig side kontrollja volt a magyaroknak a fenébe. Ezért most nagyon-nagyon kár Blue-ban valahogy meg kéne nyerni ezt a firefightot Vátnak. Tomci közben összeszedi a diffusert meg a harmadik kiét is a körben. Ó, Valkyrie falon keresztül.
Hát az EMP, hát ha valami segít, de kijön a C4, megöli Vászot, úgyhogy Tomci 1v2 a Lionnel, leteszi a diffuser, de vajon utána le tudja hozni. Blue-ból érkezik a Valkyrie, Holvéről pedig a Mute. Nagyon vigyáznia kell Tomcinak, mert csak egy élete van. Jaj, de közel van most a Mute és le is lövi. A Next van, így lehozza a hatodik kört. És 5-1-re nyeri az első félidőt a német egyesület. Tomcitől ez nagyon jó, meglövi a másodikat a körben. Aztán pedig, hát random guy egy kicsit szerencsétlenül. Mármint nem olyan szerencsétlen, hanem a helyzet, amibe került. Ugye jön vissza side felé a defuval, de elesik, aztán Tomci összeszedi, jön a C4, hatalmasat robban. És hatalmas az impactja a körre, mert 1v2-ben nem tud mit csinálni szegény Tomci a Lionnel, úgyhogy ezt már leszette a Next One. És így 5-1-jel fordulunk, CCTV Cash Room lesz az első szájtja a Necrotic Multigamingnek, vagy a Necroticusoknak, Vátnak a in-game neve valami zseniális. És hát az a mellékelt ábra mutatja, van egy Clash Tomcitól. Vofűr. Mi lehet a tervezzel a Clash-el, esetleg egy Catwalk Hold-ra tudok gondolni, és érkeznek is ide a Budweiser-ek, a szöges drótok, szóval talán tényleg így lesz. Vagy ami még, hát egy kicsit rizikósabb, de talán egy Construction-t lehetne még vele. Úgy ahogy, de én maradnék a garázs Hold-nál. Nincsen egyébként se Zofia, se Captao, igazából semmi counter, direct counter nincsen a Clash-re. Úgyhogy hát reméljük, hogy minél tovább itt tud majd evickélni Tomci ezzel a Clash-sel. USB smoke-ozik, random guy Jäger, Vat pedig Bandit, kis cápás skin, csirkés charm. Jön állatbarát ma ez a közvetítés, kérem szépen. Ujjjjj, az viszont baj. Ez így egy laza 85 HP-t el is vett Vattól. Sőt, lett van az 90 is. És Dr. Kaito visszafelé csak egy tizet kap a Legion-től. Most nyílik majd a fal Marfrey exothermic charge által. Nos, hoppá, Vathnak ott van a kije. Hát végül ő nyerte a párbajt, nem gondoltam volna, hogy az S ellen ezt itt le tudja hozni, mert nagyon durva a HP hátrányban volt, hát nyilván amikor valaki tarkon lősz, nem számít, hogy mennyi az életpontod. Hát meddő drónozgatás megy most a támadók oldaláról. Ott random guy lehet majd nagy bajban, hogyha feláll. Hát egyelőre nem ár fel Tomci. Viszont itt a Clash-sel még okozhat fejfájást. Hiban a range-en kívül van. Meglövi kicsit itt a Clash-nek a golyóálló shieldjét. Úgyhogy nem fog annyit látni Tomci. Legit tax egyébként Montaigne-nek meglőni a shieldet azért, hogy kevésbé lásson az illető. Na, most nézzük. Random guy továbbra sem áll fel. Next one kinyitja ezt a újabb reinforce-ot is. Vártól nem rossz elképzelés a C4, de nem talál be. Pedig jó volt nagyon az ötlet. Marfrey próbálgat benézni. Meglövi a lábát USB-nek. Vigyáznia kell most, és az USB portból diszkonnekterik most az életet. Nominónak van meg a kill, és közben Casters-re
érkezik majd Vath, ha jól gondolom, nem bocsánat, az Skagrej, Vath majd hátba jön, nagyon random guy, pedig oldalba, Nominónak még egy kill, random guy, ezt le kell lőni, nagyon szép a hibanára a kill, már csak Marfrey és Nominó él, 1v2-ben Nominó meghal, amikor Tomci lelövi a brit hölgy SMG-jével, itt ez egy szép befejezés, és a Necrotic újabb pontot szerez, úgyhogy nincsen még meccspontja a németeknek. Hát itt USB. Stanolva hal meg, nem látja a saját halálát szegény. Majd ugye random guy-tól a remek peak platformra, és végül pedig Tomcitól egy dupla, mivel befejezi a kört. Clash-től elsősorban nem a fregeket várnánk, de hát itt letúrta ugye még az utolsó két úriembert, ugye az utolsót Hipfire-ben, és azt hittem, hogy most is egy exotikus operátort hoz, olyan szempontból, hogy ugye a comp metának éppen csak a szélén van a Clash és a mozzi is, de nem. Visszapikkel, vagy six-pikkel inkább úgy mondom egy smoke-ra, ami már sokkal-sokkal bevettebb operátor ezen a szinten. USB port pedig kaidozik. A level up játékából hiányoltam a kaidot, hát úgy látszik, hogy a Necrotic az behozza. Fenti reinforce-ok közül Tomci az utolsót is most végrehajtja. Nem pedig Vath, majd van freezer angle-je? Nyitva, nincsen még. Egy kis C4-es lyukacska, majd Tomci lehet megcsinálja neki. Egy barikádozás után. Nem, nincsen freezer angle nyitva, viszont lehet impactezni a hatch mellé. Na, what? Csak kidobnám C4-el azt az embert, de nem annak a timing. És jön egy gránát, hogy mi történik most? Azt hallottam? Ja, ezt USB, bocsánat, hogy igen, az elővételének ugyanolyan hangja van az impactnek is, mint a hegnek. Blue-ba is pusolják majd random guy-t valószínűleg. A micsoda kengurus charm. Előző szezonról by far a legundorítóbb seasonal charm ever. Valakinek mondjuk nagyon tetszik. Ketten is. Ó, oh, de most lenne egy C4-e várt meg, de nincsen sajnos. Úgyhogy ki fog nyílni felette a hatch, úgyhogy le tud droppolni bármikor, most már site-ra a támadó csapat, és még több, mint a kör fele hátra van. Ez pedig sajnos gond. Random guy ugyan próbálja fogni Blue-t, közben Dr. Kaito, hát nem tudom mit szedhetett ott ki. Megmondom őszintén, gőzem nincsen. Blue is már nyitva, látnak nincsen rá C4-je, ellenben fel tudja pusholni, vagy pedig mondani random guy-nak, hogy hova dobja. Most itt a felpusolás lesz érvényben, és kicsit felé céloz Lamar feje fölé, rossz volt a head prediction, úgyhogy megvan ez a kill a Thatcher-nek, random guy. Aha, látja, hogy látja kamerán, hogy érkezik rá a Thatcher. Tomcinak van egy kije, amikor rápusol a Sledge, felülről valószínűleg ugrott és egyből kapta halt. Közben bejött site-ra a hibana, Kagrej, ki kéne talán nézni innen. Meg is teszi Kagrej, és el is tudja lőni a törmájtot, de aztán Dr. Kaito refreggel, hátba kapják random guy-t, mi történik, te jóisten, Tomci tripla közben. És aztán ott lehet a negyedik, nem? Sajnos 1v2-ben marad USB port, és aztán megvan az injured, de a kill nem, hát hány injury-e itt volt, kérem szépen, hány injury-e volt itt, kérem szépen. A magyaroknak, és hiába, igazából alig tudták befejezni közüle bármennyit a nekrotikusok, úgyhogy sajnos ez félig meddig a körbe került. Így meccspontja van a németeknek, a Nexon vezet 6-2-re.
Itt rossz a prediction, a head level prediction a pulzunktól. Aztán pedig ugye Tomci ugyan megvadul Sajton, ahogyan ezt tőle megszokhattuk, de a next one így is le tudja zárni a mérkőzés, amikor USB 1v2-ben marad. Tehát lehet, hogy az utolsó kört látjuk most ezen a meccsen, de az is lehet, hogy még játszunk jó sokat. Ugye papíron még a Necrotic visszajöhet. Ugye ha a következő 4 kört megnyeri sorozatban, és akkor megyünk hosszabbításra. Ha ez nem történik meg, akkor pedig a Next One behúzza ezt az összecsapást. És Tomci most már tényleg behozta a mozzit. Na, lássuk, hogy ki van lőve az összes pass launcher. Aztán drón van vagy sem. Aha, van egy drón. Egy drónt sikerült összeszednie Tomcinak. Not great, not terrible. Random guy pedig smoke-ozik. What a time to be alive. USB port hatchet. Próbálja védeni, what megint. Itt nekrotikus szellemben próbálkozik pulzzal infózni és akár majd C4-ezni. Oh, mi ez? BF? Ez az Iron Sight. És még bárban sincs senki. Vát egyszerűen nem tud kit leinfózni, mert egyszerűen nincsenek itt a támadók. Blue-ba jön majd Nomino a Lion-nel. Na, Lamar. Drónozni fog a Thatcherrel. Ó, és megy le már is falat nyitni? Már Frey, vagy mi lesz itt az elképzelés? Zofia közben próbálkozik fentről lefelé egy kill-le, de nem jön össze szerencsére. És hát az nem Tomci drónja volt sajnos, ez viszont Blue-ban az. USB-t megtalálják, érkezik az EMP, érkezik a trükk, de valószínűleg a következő EMP is nem. Nem, akkor USB ezt itt le tudja. Aha, gyönyörű, gyönyörű, és most mehet vissza akkor USB-től, és le is tudja szedni. Gyönyörű, gyönyörű játék USB-től itt a Kaiddal. Ó, és oldalba meg lesz az a fia. Megvan egy, ez az, nagyon szép USB. Tomci is itt van, Kagrej pedig panelben, Marfreynek megvan ugyebár a mozi oldalba, Vathtól lesz szép, Kagrej pedig a lépcsőn játszót lőheti le, Lamarnak megvan Vath, Kagrej és USB, minden rajtuk múlik, hogy győz vagy veszít ebben a körben, és akár a mérkőzésen a Necrotic. De függel, szájbe lövi Kagrejt, USB 1v2-ben marad, 40 másodperces, van diffusere, ami pozitív, csak az a baj, hogy a fegyverei azok távoli range-re vannak kitalálva, nem pedig ilyen close quarters-re, és ez most meg is mutatkozik, Lamar lelövi, úgyhogy ez egy GG és egy well played, a Thatcher lelövi az utolsó magyar játékost, ez pedig azt jelenti, hogy a Next One behúzza ezt a mérkőzést, és elvisznek pár pontocskát Németországba. Lamar, tehát az MVP, mindjárt meg is tudjuk nézni, hogy pontosan hány killel. Azt mondja, hogy 7 kill, ugye a Rihoszt óta, 16-ot pakol Tomci. Hát nyilván aki ilyen keveset lő, az kikap, tehát így látjátok srácok, nincs mit tenni. Tomci egy isten volt. A többiek se játszottak rosszul, de a Next One valahogy jobban együtt volt. Nem is tudnám azt mondani, hogy ez most azért van, mert random guy standingként jött és nem farba játszott, de valahogy most a Next One az jobb volt és kész, úgy összességében, összképileg nem csináltak annyi hibát, stb. Úgyhogy vége a második mai meccsnek, hamarosan jövünk vissza, mégpedig a Salamanderrel, úgyhogy ne menjtek sehová.